én nekem ez egy mániám. Én Franciaországban is csináltam egy életházat. Böszörményi úton is, Csongrádon is. Hát ez most már a negyedik. Nem tudom miért. Ez így jött ki. Ráczlél 56-os magyar, aki rögtön a forradalom után elhagyta Magyarországot, és első útja Amerikába vezetett. Onnan Londonba utazott, de később valahogy mégis úgy döntött, hogy Franciaországban telepszik le. Első nap elhatároztam, hogy je suis, je reste. Itt vagyok, maradok. Nagyon tetszett Párizs, és hát ott is maradtam 12 évet. Mivel emigrációban egy ember nem nagyon válogathat, Rácz az elején mindennel foglalkozott, ami adott volt. De később képzőművészeti tárgyak alkotásába kezdett, ami meghozta a számára az első francia sikert. De a végleges áttörést a számára az 1968-as alternatív mozgalmak megjelenése jelentette. Lementünk a Provence-ba, ahol már volt egy házam, és hát megvettünk egy kis falucskát, teljesen elhanyagolt, elhagyatott falucskát, ahol épp csak romok voltak, és felépítettük, és lett belőle 16 házas falucska, ahol 20 éven keresztül nyitott falu volt. A jelenlegi francia külügyminiszter, Bernard Kouchner és régi barátom, ő volt az egyik tulajdonos. Rácz úr nyitott alternatív francia faluja 1989-ig működött, amikor a rendszerváltozás szele valahogy visszarepítette szülőhazájába Magyarországra. Azt hittem, hogy lesz egy rendszerváltozás valóban, és hát haza is jöttem, és aztán megkapaszkodtam. Nem volt könnyű, még talán nehezebb volt, mint az emigráció. Mert? Hát így furcsán nézték ezeket a kivénhet ellenforradalmárokat, mint ami én voltam. '89 óta Rácz úr több helyen is megfordult Magyarországon. Lakott egy nagyapjától örökölt házban Csongrádban, majd egy darabig Budapesten. De végül mégis a Káli-medence egyik mandulás kertje ejtette rabul, ahol a jelenlegi életházában húzza, pontosabban húzná meg magát, ha hagynák. Hát kézzel, lábbal. Azért kézzel, lábbal, mert rakni is kellett, meg hát taposni is a szalmát be az agyagba. Egy igen különleges, na meg ősi, fecskéktől tanult építési módszerre Rácz úr végül egy év alatt építette fel azt a házat, amiben most él. Ez Kalákába 4-5 gyerek egy nyáron meg tudja csinálni. Akármit csak, hogyha hétvégén csinálják, akkor is. Nagyon egyszerű és olcsó építkezési mód. Hát, hogyha nem lesz kredit lehetőség, vagy hitel lehetőség a jövőben, akkor ilyen házakat még mindig lehet építeni. Rácz úr háza kívülről teljesen megegyezik egy hagyományos építésű házzal. Van neki alapja és szigetelése is. Vasvillával jött egy Alföldről egy ember, másfél órát volt itt, és megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát egyszerűen vasvillával így rakjuk rá a kövekre, meg a kátránypapírra, és akkor csinálunk egy kört. Nem kell taposni, csak rá kell rakni. Először megtapossuk, hogy az keveredjen. Utána csak rakni kell hátrafelé, és amíg megcsinálunk egy kört, már megszárad az első rész, megint rá lehet lépni, és így megy föl spirálba a fal. A fecske módszerrel épített ház belseje szintén egyedire sikeredett. Egyetlen térből áll, amelyben egy hármas kemencén, egy óriási körasztalon, na meg egy hálófülkén kívül semmi nincs. Most már a harmadik kérvényt adom be, de hát úgy látszik, a kérvényeket csak azért kérik, mert hogy legyen mit elutasítani. Ezt hogy terveztem, mi alapján? Hát úgy terveztem, hogy nem terveztem. Szóval volt egy elképzelés, mert ugye amikor megkértem az engedélyt, akkor kellett, hogy legyen egy rajz. De hát az nem az én elképzelésem volt, az egy architektnek az elképzelése volt, mert én nem vagyok egy hivatalosan építész, jól lett, egész életemben mindenhol építettem. Rácz Lehel, miután megkapta az építési engedélyt, rögtön munkához látott. Tiszteletben tartotta az építész terveit, de csak a ház külső paramétereire vonatkozóan. És a bajok ekkor kezdődtek el. Így körülnéztem, és azt mondtam, hogy hát ez kár ezt a teret beépíteni, hát hogyha lenne 6 gyerekem, akkor lenne 6 szoba, de hát mivel nincs, vagy illetve már nagyok, így aztán egyedül élek, és nekem ez így konveniál.
Ez az életház azért is egyedi, mert teljesen sárral tapasztott. Nem csak a falak, hanem a tető szigetelése is. De Rácz úr, amire a legbüszkébb, az a ház belsejét kitöltő hármas kemence. Az az érzésem néha, hogy ezt nem is én építettem a házat, én csak néztem, mint a moziba, mert mindig megjelent valaki, aki éppen azt tudta csinálni, amire szükség volt. Ez például egy kis csángó fiú, egy pásztor gyerek, aki épp akkor jött, amikor ide jutottunk, és akkor a palika azt mondta, hát igen, akkor ezt így, hova akarja a kemencét? Hát mondom, ide, megrajzoltam neki, hogy ide, és hogy mit akarok, mondom, én akarok kandalót is, mert világ életemben mindig volt kandalló. És így épült meg a hármas kemence, amelyben helyet kapott egy hagyományos kandalló, egy kemence és egy csikótűzhely, ami a hely specialitása is egyben. És itt nyáron is begyújt a kandallóba mindig? Hát akkor, hát én mondjuk tűzimádó vagyok, úgyhogy nekem nem kell sok ahhoz, hogy begyújtsam a kandallót. Rácz úrnak amúgy az egyik legnagyobb problémája az, hogy mivel nincs lakhatási engedélye, azért az életházát nem biztosíthatja be. Ugyanis egyszer már leégett a ház. Én elmentem Pestre, míg meg se érkeztem, már telefonáltak, hogy ég a ház. Hát, ilyen van. És teljesen leégett? Teljesen leégett, hát kivéve a falak, mert a falaknak szinte jót tett, mert jó kiszáradtak. A többi az mind leégett, de 3 hónap múlva újra megcsináltam. Hogyha én most megadják nekem a lakhatási engedélyt, akkor lesz egy precedens. És sok fiatal, szintén aki fészket akar rakni, jönnek ide nagyon sokan, akkor ők is már hivatkozhatnak erre, hogy igenis ilyen házakat lehet építeni. Tudnilik, végső fokon egy ilyen házat építeni a mostani technológiával, az belekerül 30-40 millióba. Így meg itt meg 10-szer olcsóbban meg lehet úszni. Főleg akkor, hogyha visszatérne a Kaláka intézménye Magyarországra, ami ugyanúgy kiveszőben van Magyarországon, akár csak az őseinktől örökölt hagyatékaink nagy része. Nem mindegy azért, hogy eladósodik az ember 30 évre vagy 20 évre, vagy pedig egy nyár alatt elintézi, és aztán a következő nyáron megcsinálják a másiknak a házát, aztán a harmadiknak, és akkor így az a dolog Kalákában nagyon jól megy. Rácz Lejl amúgy a búzacsiráztatás egyik alapembereit Magyarországon. Biofotonnal teli termékeit otthonában állítja elő, amelyeket a közeli piacokon értékesíti. De minden reggel 2-3 kávéskanálnyi mannaraxot maga is szívesen elfogyaszt. Kérdezik tőlem mindig, hogy ez mire jó. Hát mondom, én nem tudom, mire jó, de amióta ezt fogyasztom, nem, senki se hiszi, hogy 100 éves vagyok. És akkor azt mondják, hogy hát mondom, látja, maga se hiszi, de erre jó. A viccet félretéve Rácz úr azt mondja, hogy ő tényleg különös szerének köszönhetően köszönheti az egészségét. Na meg annak, hogy a téli hónapokat általában Papua Új-Guineában az emberevők földjén tölti. Ami legalábbis a 71 éves építész természetgyógyász szerint maga a földi paradicsom. Minden jót! Vigyázzatok magatokra, mert itt több az emberevő, mint Papuában.